Lou az olajiparban dolgozik építőmunkásként, és pontosan tudja, hogy az olajfúráshoz kemény munka és kitartás kell. Feleségével Jeninnel így álltak pénzügyeikhez is. Amikor összeházasodtak, megegyeztek, hogy fizetni fogják a tizedet Istennek, Malakiás proféta harmadik fejezete alapján. Isten azt mondta, próbáljatok meg. Talán itt mondja ezt egyedül Isten a Bibliában. Erre azt mondtam, miért is ne? Sosem tettem ilyet azelőtt. Így aztán belevágtunk. Úgy döntöttünk, leteszteljük Istent. Akkoriban Lou-nak is voltak tartozásai. Jenin diákhitele pedig 22 ezer dollárra rúgott egy karrierváltás miatt. A pár napról napra élt egy lakókocsiban. A fizetésem 90%-a ment azonnal a hitelre, mielőtt egy fillért kaptam volna. Elég meredek volt. Ennek ellenére hűségesek maradtak ígéretükhöz, és fizették a tizedet gyülekezetüknek. Aztán egyszer csak javult a helyzet. Jenin kapott egy könyvelői munkát, így egy bútorozatlan lakást tudtak bérelni. A kemping széken ültünk. Onnan néztük a tévét, mint egy kempingben. Hála az égnek, hogy volt a lakásban legalább mosógép, hűtő és tűzhely, de mi akkor is adakoztunk. Jenin pontos számadást vezetett a tizedükről. Ha az egyik héten nem tudták odaadni a teljes összeget, a következő héten pótolták. Minden alkalommal egy kicsit többet és többet adtam. Idővel Lou fizetésemelést kapott, és Jenin is újabb munkákat. Így a hitel visszafizetése mellett már tudtak a tizeden felül adakozni is, olyan szervezeteknek, mint a CBN. Ez egy nagyszerű szolgálat. Az egész világon hirdetik az evangéliumot, és mi pont ezt akarjuk. Azt szeretnénk, ha minden ember hallaná az egész földön. Egy éven belül meg tudtak venni egy házat, és hűségesen törlesztették adósságaikat. A tizedfizetésnek köszönhetjük. Egyszer csak hallottunk a házról, és már be is költöztünk. Minden olyan szépen alakult. Vissza tudtuk fizetni a diákhitelt is. A 22 ezer dollárt két éven belül, mert fellendült a vállalkozásom. Ezután Lou-t újra előléptették, és egy másik államba költöztek, immáron tartozások nélkül. És ebben is Isten kezét látjuk, ami egyszerűen elképesztő. Nagyszerű dolog. Amikor meghívják új otthonukba családtagjaikat, barátaikat, arra bátorítják őket, hogy ők is fogadják el Isten hozzájuk intézett kihívását. Ami hűségesen adunk, Isten megáld minket. Mindenkinek ezt mondom. Ha Isten maga mondja, hogy teszteljük le, akkor csak rajtunk múlik.